Több éves húzavona után döntés született a nagyváradi Szacsvai Imre általános iskola felújításával kapcsolatban. A helyi önkormányzat rendes havi ülésén a képviselőtestület elfogadta azokat a műszaki-gazdasági mutatókat, amelyek szükségesek az iskola főépületének felújításához, így várhatóan néhány hónapon belül elkezdődhetnek a munkálatok. Így néz ki most a nagyváradi Szacsvai Imre általános iskola. Az idő vasfoga jól látszik az épületen, máló vakolat, megkopott díszítő elemek. A város egyetlen kizárólag magyar tannyelvű általános iskolájában közel 900 diák tanul, azonban az utóbbi évtizedekben a tulajdonos viszonyok tisztázása miatt nem történt előrelépés az épület felújításával kapcsolatban, most viszont döntés született a főépület felújításáról. Valóban nagyon-nagyon hosszú évtizedekre nyúlik vissza ennek az épületnek a problémája. Ugye először is a tulajdon viszonnyal való pereskedés volt az egyik olyan fékezője ezeknek a munkálatoknak. Ugye a pereskedés során oda-vissza dobottak a labdák, és akkor 2017-ben született arról döntés, ugye, hogy a római katolikus egyház nem kapja vissza ezt az épületet, hanem a váradi önkormányzat tulajdonát fogja képezni. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül fogadta el azokat a műszaki-gazdasági mutatókat, amelyek szükségesek voltak a Szacsvai Imre mártír jegyző nevét viselő oktatási intézmény főépületének a felújításához. Összeget mi nem tudunk, velünk ezt nem közdik, nem mi leszünk a bonyolítói. Persze ölbefogható papírállományunk van arról, hogy hányszor jeleztük a polgármesteri hivatalnak, hogy mi minden gond van, hogy hol a vakolat, meg egyebek. Hát azt nem írtuk le, azt csak mi és az egész város tudja, hogy nem a külcsín, hanem a belbecs fontos, mert ez attól még egy nagyon jó, a legjobb magyar tannyelvű általános iskola Bihar megyében. A mostani döntés értelmében a felújítási munkálatok várhatóan 2020 nyarán kezdődnek el. A közbeszerzési eljárás nyertesének 18 hónap áll majd a rendelkezésére a munkálatok befejezésére. Az eddig elkészített dokumentáció szerint a beruházás becsült költsége közel 6 millió lej, ezt az önkormányzat saját költségvetéséből fedezi.